A ferencvárosi jégkorong csapata évente többször indul erdélyi túrára, hogy megmérkőzzön ligabeli ellenfeleivel, a Sportklub Csíkszeredával és a Korona Brassóval. Az erdélyi túrák kiinduló pontja és központja általában Csíkszeredán van. Ismerkedjünk is meg a helyi jégkorong pályával, illetve jégkorong élettel, amelynek központja a mögöttem látható Vákár Lajos műjégpálya, a város egyik jelképe, amely nevét a csíki jégkorong alapítójáról, Vákár Lajosról kapta, aki eleinte játékosként, később pedig edzőként és csapatvezetőként vett részt a szeredai jégkorong életben. Egyébként még a csarnok jelképe a másik oldalamon látható szobor, amely Tőrös Gábor szobrászművész alkotása. Itt vagyunk a csarnok hátsó bejáratánál, ahol a vendégcsapatok, így a Ferencváros is meg tudja közelíteni az öltözőit. A műjégpálya egyébként a helyi jégkorong és korcsolya élet központja, és 2004, vagyis a csíki hoki megalapításának 75. évfordulója óta viseli Vákár Lajos nevét. Rendeztek itt korábban több jégkorong világbajnokságot is alacsonyabb csoportokban, illetve ahol most állok, az pedig egy olimpiai méretű gyorskorcsolya pálya, amely jelenleg nem üzemel. És akkor most már tényleg nézzük meg belülről a csarnokot. Itt vagyunk a jégcsarnok főbejáratának előterében, ahol a csíki jégsport élet összes fontos erekéje megtalálható, mint például a jégkorong csapat bajnokcsapatainak portréi, a különböző trófeák, serlegek, illetve a csíki jégsport élet másik fontos sportágának, a gyorskorcsolyának is szenteltek egy külön falrészt, illetve megtalálható a névadó Vákár Lajos domborműve is. Most pedig nézzünk be a Ferencváros öltözőjébe. Itt vagyunk a Vákár Lajos műjégpálya öltöző folyosóján, a vendégöltöző bejárata előtt, ami most néhány napig a Ferencváros otthona. A csapat most éppen kint van edzésen, úgyhogy addig is kukkantsunk be, hogy hogyan is néz ki ez az öltöző. Itt vagyunk tehát a Vákár Lajos műjégpálya küzdőterén, itt játssza hazai mérkőzéseit a Sportklub Csíkszereda. Ahogy azonban önök is láthatják, a hátam mögött jelenleg a Fradi játékosai edzenek, hogy egy pénteki brassói kitérő után szombat este megmérkőzzenek a hazai csapattal ezen a jégen, és csak remélhetjük, hogy 6 ponttal térnek haza az erdélyi túráról. Gyere, 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 g